Következő nézői kérdés Csizek Csabától érkezik. Azt kérem Csizek Csabától, hogy álljon föl, és akkor vigyünk egy mikrofont az úrnak. Az ő kérdése a Merényi Kórházra fog majd irányulni, de el fogja ezt mondani majd részletesebben. Csizek Csabának egy perc áll rendelkezésre a kérdése kimondására, tessék uram. Köszönöm szépen. Gyakorlatilag a Merényi Gusztáv Kórház az jelen pillanatban ebben a kerületben van, de hát gyakorlatilag számtalan vidéki település és kerület is ide tartozik. Jelen pillanatban csak mondjuk a közel 200 ezres Csepel-sziget is ide tartozik, és jelen pillanatban ott patkányt kergetnek. Mit terveznek vele tenni? Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, és akkor Arakovács Attilája az első megszólalás. Arakovács Attilája az első megszólalás. És a Honvéd Kórházban pedig meghal valaki a sürgősségi folyosóján. Hát lehet, nem konkrét esetekről akarok szólni, hanem tulajdonképpen, vagy kell szólni, hanem a hanem az egészségügynek a helyzetéről. Onnan, ahonnan iszonyú pénzeket vontak el, több száz milliárdot. Tehát nyilvánvalóan elmentek a legtöbb helyről a legjobb orvosok. Itt most mindkét kerületben egyébként alig van, illetve állandó jelleggel csökken a házi orvosoknak a száma. Miért épp a Merényi Gusztáv lenne tulajdonképpen ebből a szempontból kivétel? Sajnos hozzá kellett szoktunk ahhoz, hogy a Fidesz egészségügyi politikája ezt eredményezte. Ha még maradnak, akkor megnézhetjük magunkat. Megnézhetjük magunkat. Létrejöhetnek szuperkórházak, ahol tulajdonképpen csak ők fognak gyógyulni, de az embereknek semmi nem jut. Semmi az ég adta a világon. Ezt üzeni a Merényi helyzete számunkra. Köszönöm. Köszönjük. Baranyi Krisztina. Köszönöm. Úgy gondolom, hogy eljutottunk arra a szintre Magyarországon, hogy az egészségügybe egyszerűen több pénzt kell rakni. Most ott tartunk, hogy minden olyan intézkedés, amit azonnal meg kell tenni, ahhoz pénz kell. Rakjanak több pénzt, ne a stadionokba, ne a Louvre-be, mondjanak még presztízs beruházásokat, ne adjanak arra, hogy a kórházakban legyen vakolat, legyen műszer, legyen orvos megfizetve. Pénz kell az egészségügybe azonnal. Köszönjük. Cseh Katalin. Nyilván olyan orvosként én is közelről tapasztaltam azt, hogy milyen állapotok tudnak uralkodni egy kórházban, ezért én is mindenkivel egyetértek, aki azt mondja, hogy ehhez persze pénz kell. Ugye mi 300 milliárd forinttal akarjuk növelni a büdzsét, viszont az nagyon fontos, hogy ez jól legyen elköltve. Éppen ezért szigorítanánk a betegbiztonsági protokollokat, és ellenőrzéseket végeztetnénk, hogy valóban azt a patkányt elkergessék abból a pénzből, és hogy felújítsák azt a kórházat. Egy tudatos reformra van szükség, egy átgondolt, hosszú távú folyamatra, amit az eddigi kormányok nem mertek megcsinálni. Tehát egyrésztről ez nagyon fontos, de a másik, amit nem győzök elégszer hangsúlyozni, mindenki, minden választópolgár tudatosítsa magában, hogy amit az állam költ pénz, az az övé. És hogy azt a kormányt válassza meg, aki arra költi a pénzt, amire ő szánja. Önök stadionra szánják a pénzüket? Önök Orbán Viktor gazdagodására szánják a pénzüket? Nem. Akkor szavazzanak arra, aki az egészségügyet szeretné modernizálni. És kérjék számon, ha nem csinálja meg. Mert az önök feladata, mert az önök pénze. És az önök egészségügye. Köszönjük. Csak aki Tamás. Ebben a választókerületben fejbe próbáltam összeszámolni, legalább 10 kórház van. Szerintem nincsen választókerület, ahol több lenne ebbe az országba, és ez a probléma nem egyedi. Tehát az egészségügy, a kórházak, aminek ugye az állam a fenntartója, nem az önkormányzatok, ez az állami fenntartású kórházak lerohadtak a Fidesz alatt, hát le. Na de az MSZP alatt is lerohadtak már, tehát hogy most csak tovább rohadnak a Fidesz alatt. Tehát egyértelműen sokkal több pénzt kellene tenni a kórházakban. Ez is egy stratégiai ágazat. Stratégiai ágazat, lesz egészségügyi miniszter, ezeket én már elmondtam, de akkor még mondanék mást is az egészségügyről. Tehát az otthonápolást fejleszteni kell, az otthonápolást el kellene ismerni munkaviszonynak. A szűrővizsgálatokat sokkal mélyebben kellene csinálni, sokkal több emberen, és akkor az általános egészségügyi állapota is tudna javulni Magyarországnak, ami szintén óriási nemzeti érdek. Köszönjük. Duró Dóra! Az
egyik egészségügyel foglalkozó konferencián az egyik előadó azt mondta, hogy ő most el fogja mondani, hogy mi az egészségügyben a három legnagyobb probléma, és azt mondta, hogy az alulfinanszírozottság, a második az alulfinanszírozottság, a harmadik pedig az alulfinanszírozottság. Tehát ennek a kormánynak ez egy világos értékrendi választása. Világos, hogy a Fidesz úgy gondolja, hogy a kórházakra, az egészségügyre nem kell ennél több pénzt költeni. Szerintük ez így rendben van. 8 éve kormányoznak, ennek az időnek a nagy részét kétharmados többséggel tették, amit akartak, azt megcsináltak, amit nem akartak, azt nem csináltak meg. Ennyire egyszerű ez a kérdés. Olyan politikai erőt kell választani, amely képes leváltani a Fideszt, és az egészségügyet is kiemelt ágazatként tekinti. Ennyire egyszerű a kérdés. Hogyha az alulfinanszírozottságot megszüntetjük az egészségügyben, akkor nem fognak patkányok rohangálni a Merényi Kórházban sem. Köszönjük. Notár Ilona. Először is azt szeretném megerősíteni, hogy ez egy országos probléma, ez egy országos jelenség. A második, hogy megerősítem, hogy ez egy anyagi kérdés is, de a harmadik, amiről nem beszéltünk, és legalább ilyen fontos, az egészségügyi dolgozóknak az oktatása és a folyamatos fejlesztése, ugyanis egy olyan mértékű közöny van az egészségügyi dolgozókon, a nővéreken és mindenkin, átmentek a burnout effektuson, talán a pénzhiány miatt, talán a rossz körülmények miatt, ami hatalmas károkat okoz a pacienseknek. Egyszer tartottam egy előadást egy laktációs tanácsadónak, szülésznőnek, és az volt a helyzetgyakorlat, hogy a hölgy egyfolytában azt mondta, hogy de fáj, meg fogok halni, és akkor mondtam a szülésznőnek, hogy próbáld meg megoldani, hogy oldanád ezt meg, és a szülésznő rám nézett, és azt mondta, hogy sehogy, ezt nem tudom megoldani. És akkor én csak azt mondtam neki, hogy de tudsz neki segíteni, de nem tudok. És csak azt mondtam, hogy most nézd rá. Köszönjük, lejárt az idő, bocsánat. Azt, köszönjük, hogy szépen. Megértelek. Köszönjük szépen. Tehát egy oktatás. Elnézést. Az egészségügyi dolgozóknak. Köszönjük szépen.